Hello, hello, üdv mindenkinek! Elérkezett a PTR-re az Age of Sorcery Part 3, és hát úgy voltam vele, hogy akkor ezt nézzük is meg, hogy miről is van szó. Szakaszos lesz ez a videó, akartok, akkor tekergethettek. Az első szakaszban mindenféleképpen megnézzük a Golem készítést, ahogyan is működik, hol tanuljuk meg. Természetesen már ugye itt vagyunk, nem fog ez olyan nagyon sokáig tartani. Utána megnézzük, hogy hogyan harvestel, hogyan építettük fel, ugye, miket lehet ugye beleépíteni. Megmutatom itt nektek a helyszínt, és a végén, a videó végén végig csináljuk a dungeon-t. Itt már a videó elején lehet le kell szögeznem, hogy nagyon reménykedek benne, hogy nem azt a boss-t fogom kapni, amikor kifagy a játék, mert van egy vizuális bug, ezért is nem raktam full ultrára, cinematicra a játékot, hogy ne legyenek ilyen problémák. Nos, hát vágjunk is bele. Az első dolog, ahol vagyunk, ahol a Seth vallást is ugye meg lehet tanulni itt a szavanna felett, ez kapott egy teljes átalakítást. Kis álszent barátaink, a kitániak, akik arra hivatottak, hogy kiírtsák a mágiát, végül ugye csak elősegítik itt a dolgokat, van, eljátszadoznak, vagy csinálják. Itt vannak különböző vendorok, akiknél lehet vásárolni a hagyományos, az eddig is megszokott dolgokat, amiket eddig a kocsinál tudtuk ugye beváltani ebből a szerzett pénzből. Jól eljátszanak a fiúk. Kaptuk egy kis támogatást. Játszottak csak. A merchantokat nem lehet persze megtámadni, szóval amiatt nem kell izgulni. A szokásos, legalább láthattátok, hogy ugye mindig a kocsiknál meg lehetett támadni ezeket a harcosokat, véletlenül is, de hát, mint látjátok, agresszív trollal idejöttek, akkor ez lesz. Ez egy ilyen kis apró újdonság, hogy időközönként lecserélődik az aktuálisan vásárolható item néhány vendornál. Közben hallhattatok egy sikoltást, ezt már láthattátok ugye a devstreamben is. Ugye a Seth főpapunk, ugye továbbra is meg tudjuk ugye tőle tanulni a vallást, illetve az emóciót, és ahogyan ígérték, ugye meg lehet hallgatni az ő egyéni párbeszédjét. Ugye itt van egy nő, ez eléggé patthelyzet. Oké. Szóval eléggé vert helyzetben van a hölgy, de ő nagyon, nagyon is úgy érzi, hogy ő ebből nagyon jól fog kijönni. Meg még sértegeti egy kicsit az emberünket. Na, hát ezeket a kis warriorokat itt elintézik. És itt is van a gólem készítő. Nagyon egyszerű, egy learn golemingünk van, és ugye tudunk tőle vásárolni blood kristályért cserébe partokat ugye a gólemekhez. De rohadt hangosak vagytok, intézzétek már el. Na, szóval tudunk ugye vásárolni partokat. Most ez miért fontos, hogy tudjunk venni ilyen különleges dolgokat? Ezeket mindenféleképpen itt meg is fogom mutatni. Már mi betanultuk ugyebár ezeket a trényeket. Oda majd később megyünk, azt ahogy mondtam, hogy a videó végén mutatom meg. Nos, hát akkor építsünk föl itt egy pár apróságot. Ugye két darab benchet fogunk kapni, kreatív módban természetesen ugye mindent is fogunk látni, ezáltal nem maradt semmi rejtve. Egy Golem Worker asztalkát. Itt lehet építeni egyébként. Direkt megnéztem. Á, itt jó is lesz. Jó. És egy ilyen másik asztalt. Ebben a Golem Work Benchben tudjuk ugye készíteni az alap dolgokat, és ugye majd ebben kell ugye összeraknunk. Ez nem olyan egyszerű egyébként, mint így első ránézésre, hogy ebben lekraftolom, aztán abba átrakom. Közben itt lehet látni, hogy ugye a sorcery tábla az, ami itt alul kiegészült ugye a golem készítéssel. Ez nagyon fontos, hogy nagyon
különleges gólemeket lehet készíteni, és nagyon különleges képességeik vannak. Ezt mindenféleképpen most el is fogom sorolni. Kilépek a kreatívból, hogy ez ne zavarjon minket. Ugye aztán láthattátok a streambe, hogy van ez a fejfelrobbanós, ugye a halál akkor ugye felrobban ugye a feje a gólemnek, és ezáltal ugye pusztít. Ugye vannak ezek a brimstone fejek, ezek gázt eregetnek magukból, és vannak ezek az olajozott alkatrészek, amik meg magához fogja a gólemet. Szóval ezt úgy képzeljétek el, mert nem is kell elképzeljetek, mert mindjárt megmutatom, hogy így nagyjából, miközben beszélek róla, hogy miközben nem tudnak elmenekülni tőle az ellenfelek, közben folyamatosan mérgezi őket. Ezt még meg lehet koronázni egy-két dologgal, erre is mindjárt kitérek. Most látható, hogy ugye part, pár brimstone, tényleg egy ilyen alapmateriálok, hardened steel card, meg egyéb más ilyen iron swordot, iron seeker, iron hammer, ilyeneket kell ugye belerakni ugye a golem partba. Ugye itt látszik, hogy le kell craftolnunk hozzá egy empty armot, az ugye itt van, és az 5 darab blood kristály kell. Na most a blood kristály az, ami egy kicsit neccesebb, mert az event. Szóval blood rock noise csak és kizárólag ebben az eventben jelenik meg, amit nem volt módonban sajnos megtalálni a térképen. Ezáltal ezt most nem tudom nektek prezentálni, és most ezért most ezt fogjuk csinálni, hogy leadoljuk az adott partokat, és úgy vagyok vele, hogy mindent be tudjak mutatni, mindenből addolok annyit, amennyire szükségünk van jelen pillanatban, és akkor legalább ezt is meg tudom nektek mutatni, szóval mindent fogtok látni. És akkor kéne egy ilyen olajos, az nem lesz. Jó. És akkor mondjuk legyen ez a kalapács, az legalább egy jól látható dolog. Nem toljuk túl, mindenféleképpen kell ugye egy üres kéz. Na most azért adottam ilyen különleges dolgokat, mert végül is ennyit tudnak, csak nagyon nehéz ugye őket összeszedni. Nos. Van egy különleges fejünk, ez a Lightning Rod Guard Head, ezt nagyon nehéz ugye megszerezni. Ez azt csinálja, hogy ha megidézitek a vihart, akkor mint egy villámhárító magához vonza a vihart, és ugye az ő körülötte lévő mobokra kisüt a villám. A Brimstoning legget, azt felszerelem rá, majd ezt fogja adni ugye az acidot. Fölrakom rá ezt a lábat is, hogy ne tudjanak tőle elmenekülni, ez a legging troll, ugye ez a trutyhogy fogja majd a lábából lövelni, ott írja is, hogy toxikus gáz és kigyulasztható tar, illetve ugye a kombatba magához tartja az ellenfele. Aztán itt van a harvesting materiál, a rocks, szóval mindenfajta ilyen követ, sziklát tud ugye harvestelni, és leadottunk még egy ilyen különleges testet, ez az úgynevezett lotus burner, ugye ebbe kell majd beleraknunk a lotusokat. Hát ennyit tud ugye a gólem, ezt ugye tudjuk tovább fokozni mindenféleképpen, viszont ha szögezzük le most, hogy ezeket az alkatrészeket nagyon nehéz összeszedni, és ez csak a videó prezentáció kedvéért csináltam így, hogy mindent meg is tudjak mutatni. Na most életre keltjük a gólemünket. Minden gólem egyébként nagy HP-val kezd. Ugye van 10.000 HP-val kezd az alap stone gólem, ezt ugye direkt meg is néztem, hogy mennyi a HP-ja, és már az ilyen extra vagánsabb gólemek, azok már azért elég komoly HP-val bírnak. Ez látható, és ez is 13.000, de egy teljesen kristály gólem az valami 24.000 HP-ja volt, amikor teszteltem. Na hát rögtön menjünk rá, ugye a harvestre, arra mindenki itt a legkíváncsibb. Ugye szeretnénk, hogy követ harvesteljön a barátunk. Igen, offline is fog
harvestelni. Fölveszünk egy darab követ, és megmutatjuk neki, hogy mit harveszteljen. Ugye, ha csak követ rakunk bele, akkor barátunk csak követ fog gyűjtögetni. Maradjunk ennyibe, ki is vesszük tőle ugye a követ, ne járkáljon el, mert ez megy magától, gyerekek. Ez, ha ez tud aktiválódni, ez nem áll meg. Nagyrészt ugye a tervezők, vagyis amikor készítette ezt a Funcom, és úgy volt vele, hogy ezek majd ilyen önjáróban mennek, azért van ennyi HP-juk, viszont ezek nagyon erősek is. Ezek hihetetlenül erősek is, nagyon nagyokat tudnak ütni, meg is nézzük a statisztikáját. Ugye alapjáraton nem ír neki semmit, szóval effektíve csak az a damage, amit tud okozni, az itt olvasható, az a 35 damage, amit ugye tud okozni. Azt hiszem, ugye egy Iron Maul-t adtunk neki, szóval egy Iron Maul-nak a sebző erejével bír ez a gólem, és úgy is fog harcolni. Viszont én szeretném azért nektek megmutatni, hogy funkcionálisan is ez hogyan működik. Rakjunk be a pár darab Grey Lotus-t az őrlőjébe, és ugye rögtön meg is kapjuk ezt a Grey Lotus buffot, és itt lehet olvasni, hogy az agility és a strength-et 10%-kal bónuszolja, ami egy rendkívül jó dolog, és hát nézzük meg, hogy mennyire effektív ez a gólem. Nagyon effektív. Ezt úgy fogom nektek prezentálni, hogy csúnyán, de be fogok teleportálni New Asgard közepére, és hagyjuk garázdálkodni a gólemünket, mert ugye adtunk neki ugye gázcipőt és taros taros cipőt, szóval gáz és tar cipője van, és nem engedi el magától az ellenséget, meg is mutatom, látjátok, én is lelassulok a közelébe. Ugye mindenki tüt a kalapácsával, és közben száll ki a gőz, és száll ki belőle a méreg. Na most lehet kérdezni, hogy ez a méreg, igen, ez a méreg, ez a szokásos méreg, ezt mindjárt meg is mutatom. Igen. Megvárjuk, míg kiengedi magából a gólemünk a gőzt. Alálövünk. Ugye ég alatta ugye a talaj, és amikor majd a gőzt fogja kiengedni magából, csak ugye egy lábat raktam rá, ami a gőzt adja. Aha. Nem mindegy, hogy melyiket csinálja. Mindenféleképpen meg kell várnunk, hogy valamelyik effekció az beinduljon. Hozzunk még neki egy pár ellenséget. Én a mondó vagyok. Azaz, most kijött belőle a gőz. És igen, mint látjátok, ezt be lehet robbantani. És nagyon-nagyon-nagyon jól bírja a gólem a harcot. Persze nem javítható, szóval ha a gólemünket ilyen szinten akarjuk tönkretenni, akkor a méreg, a rettentően sok munkánk, amivel ezt a gólemet elkészítettük, az mind-mind-mind megy a kukába. Ezt a gólemet nem lehet javítani, hogyha tönkrement. Nos, hát szerintem így hirtelenjében akkor így már láthattátok az erejét, láthattátok a felszerelését. Igen, és ugye meg akarjuk mutatni akkor, hogy hogyan hívja magára ugye a villámokat, mert ugye egy olyan sityakot tettünk rá, hogy kombináljuk egy kicsit a mágiát. Ígyni. Hát az, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól öl, szóval kap még egy kis ellensége. Hát játok, magához hívta a villámot, belecsap fejébe a villám.
és ennyi. Ilyen szintű kombinációkat lehet csinálni a gólemmel. Hát itt elég gyorsan rövidre zártam. Akkor ahogy ígértem, haladjunk tovább a videóban. Visszamegyünk ugye akkor a helyszínre. És akkor a két darab trallunkat akkor magunkhoz vesszük. És bemegyünk ebbe a dungeonbe. Egyébként a játék még változott audio szinten is, sok fajta új hangzás, új zene, új ilyen hangulatfokozó elem került be, amik hát eléggé jó hangulatot tudnak teremteni a játékhoz. Én nagy örömmel fogadtam ezeket a változtatásokat. Na, két darab berserker teljes felszerelésben, kajával, jó alap fegyver, mert ugye Star Metal fegyver, de ennek elégnek kéne lennie ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni ezt a dungeont, de nem. Nem lesz elég, hogy megcsináljuk, ezt nem egy embernek találták ki, hanem ezt többen fogjuk majd csinálni. Aki ezt egyedül próbálná megcsinálni, nem fog neki menni, majd meglátjátok akkor, amikor odaérek. Ugye Bloodstone-ért cserébe lehet ugye beindítani ezt a portát. Ez csak olyan szervereken működik, ahol ugye ezek be is vannak kapcsolva, hogy legyenek eventek. Ez nagyon fontos. És át is teleportál minket ugye egy helyszínre. Fel is vesszük a sisakot, mert állandóan gáz van. És most csömbben maradok, és csináljuk végig ezt a dungeon.
Na és itt van az, amikor egy kicsit muszáj vagyok beszélni. Ezt a sárkányt nem fogjuk tudni megölni, mert láthatjátok, hogy 130 000 HP-ja van. Jövök egy kicsit adminba. Megöljük ugye a sárkányt, aztán tudnánk ugye megölni. Megöljük a varázslót. És csömbbe maradunk. Nos, hát ennyi a lényeg, igazából Kurak nyomja itt majd végig a szöveget, de igazából sérteget, meg mesél mindenfélét, egy egyszerű ütéssel elintézzük, el tudjuk hozni a fejét, amit érdemes is ugye megtenni, ugye elárassza az egész termet a gőz, mi meg simán kisétálunk, mert olyan maszk van rajtunk. Nos, bocsánat, hogy így a sárkányt admin módból kellett ugye megölnöm. De muszájak vagyunk, láthatjátok a HP-t, lehet, hogy ez csak valami hiba, mert nem tudtuk volna megölni máshogy. Vagy direkt ilyenre van tervezve, és ez egy sok nagy partis játék lesz, amit kifejezetten nagy örömmel várok. Miután ugye megvan, ugye ez a dungeon, ugye kisétálunk belőle egyszerűen azon a portálon keresztül, ugye amin beérkeztünk, és ugye a magis kullokat és egyéb más erekéket le tudjuk ugye adni, és mint láthattátok, itt esett ebben a bossban a Lotus Burner torzó is, ugye a test, amit az előbb építettünk, ugye gólemet, annak a teste. Itt van két kitáni NPC, ugye ez egyiknél ugye Blood Crystalért lehet ugye leadni, ilyen Magi chestet, és itt meg ugye a Kurak fejéért kapunk ilyen chestet, és hogyha kinyitjuk, akkor szintén kapunk a golem alkatrészeket, így is megpróbálhatjuk ugye lecraftolni a gólemünket, hogy ugye ebbe az instába jövünk le, de mint látjátok, ez nem egy egyszerű történet, nagyon nem egyszerű történet, én rá nem hatnak a mérgek, szóval mindenféle negatív effektől úgymond mentesült ugye a karakter, ugye a korrupti triteknek köszönhetően. Amit még érdemes megemlíteni erről az update-ről, az a Journey, ami nekem nagyon tetszik, új játékosoknak és régieknek is szimplán szerintem szórakoztató lehet, különböző lépésekből áll, és a végén jár érte reward, ez egyszerű dolgoktól kezdve akár fegyverig is lehet bármi. Megéri vele foglalkozni, egy kis apró kis üde színfolt, egy kis feladatozás NPC-k nélkül úgymond, egy kis célt adhat a céltalanságnak. Nos, hát ez lent volna akkor a Chapter 3-nak a kis bemutatója, remélem élveztétek. Nem nagyon tudtam bőlére ereszteni, de legalább ezek új üde színfoltokat fognak hozzátenni a játékhoz. Én mint mindig szokás szerint azt mondom, PvS-eknek rendkívül sok szép dekor,
új kihívások, ugye az NPC-kkel szemben az eventek keresése, a PvP-seknek tovább olyan lehetőségek, mint például ez a robbanó gáz, ugye az explosív gyáros fejű gólem, az automatikus harvesteling, ugye levadászni ugye ezeket a gólemeket és elvenni tőlük ugye azokat az alapanyagokat, amiket ugye kibányáztak, így azért egy kicsit védve maradnak ugye a bázisok, és ugye a gólem vadászat lesz inkább első rangú, nem pedig ugye az építmények elpusztítása. Bár így mostanában meg kell jegyeznem, hogy pozitív élményeim vannak a PvP szerverekkel kapcsolatban is, rendkívül sokat fejlődött a játék ebben kapcsolatban, tudom, hogy ezt jó pára nem támasztátok alá, de sokkal-sokkal élhetőbb és sokkal jobb is lett az élmény szerintem a változtatásokkal. És hát ugye a roleplay szerelmeseinek is tudom ugye kis üzenetemet átadni, hogy a gólem bevezetésével, ennek az eventnek a bevezetésével, a játék történetének és történelmének elmesélésével, a journey bevezetésével és az eventek bevezetésével a céltalanabb roleplayező játékosok is ugye megtalálhatják a maguk számításait, és ezzel már új mérföldkőhöz is érkezhetnek ugye a roleplayek, mert ugye a bázisépítéstől kezdve ugye a szakmák megcsinálásáig, ugye a dark artok, az alapvarázslók, a papok, az alkemisták és ugye a gólem készítők is most már megjelenhetnek mint szerep a játékban, szóval erre senki sem mondhatja most már azt, hogy nem tudja magát föltalálni, nem tud egy jó sztorit kitalálni magának, mert a játék millió meg egy helyen próbálja belénk tolni azt, hogy milyen lehetőségei vannak, és éljünk velük. Ha tudjuk, egy jó szerveren játsszuk el. Örültem, hogy itt voltatok, megnéztétek a videómat, és remélem a további tartalmakért, ha kíváncsiak vagytok még ilyen tartalmakra, akkor iratkozzatok fel, nem hinnétek el, hogy ez milyen sokat számít. Köszönöm még egyszer, szervusztok, Drami voltam.